Szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntöm a világ minden tájáról résztvevőket. Nagyon örülök, hogy megtiszteltek minket jelenlétükkel, a Problem Prevention Holding, röviden a PPH, a Hunortrade részvénytársaság, a Nyílt Akadémia és a Tanoda 2000 Kft. Közös rendezvényén. Én Hajagos Krisztina vagyok, a PPH egyik vezetője. Tegeződve szoktuk tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára, sőt, nálunk mindenki tegezi egymás kortól, nemtől függetlenül. A mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mesterkócs és boldogságspecialista, szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Ő az egyik legismertebb mesterkócs, személyiség és képességfejlesztő szakember. 1984 óta Budapesten él családjával, feleségével Mariannal, kiegyensúlyozott, boldog családi élete van, és két fiúgyermeket neveltek fel. 1987 óta foglalkozik emberekkel. 1991-től szervez embereket, és azóta van saját szervezésű csapata. 1993-tól vezet embereket. Több pénzintézet vezetője volt a múltban. 1996-tól kezdett a spiritualitás felé nyitni. Jelenleg Magyarország egyik legnagyobb független spirituális szervezetének a vezetője. Irányításával a PPH 4 különböző területen lett piacvezető. Nincs még egy olyan ember Magyarországon, akinek a vezetésével 4 különböző területen lett volna egy szervezet piacvezető. Vezetésével már több százezer ember vett igénybe valamilyen életjobbító lehetőséget. Személyesen eddig sok tízezer ember képzésében és vezetésében vett részt. Ő nem egy olyan tanító, aki úgy akar az embereken segíteni, hogy az élete közben romokban hever. Csak olyan dolgot tanít, amit használ is. A vezetőnk több különleges médiumi képességgel rendelkezik. Küldetése, az aranykor létrehozása, az emberek lelki fejlődése és olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békességben és boldogságban élni azért, hogy bekerülhessenek az aranykorba. Szeretném megkérni vezetőnket, Szeddacsik Miklóst, mesterkócst, hogy jöjjön és tartsák a mai előadását. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Szeretném megkérdezni itt a, rögtön a legelején, hogy ki az, aki nem elégedett azzal, ami felé halad a világ? Mi baj van a világ haladásával? Micsoda? Nem jó az irány. Nem jó az irány? Nincs elkölcs. Hazugság. Átváltások, manipulálások. Aha. Béke, boldogság, szeretet van? Nem, nincs. Nem fontos. Aha. És szerinted mi várható, ha ebbe az irányba halad tovább a világ? Aha. Ezt nem veszik komolyan az emberek. Nem. Nem. Tehát azt hiszik, hogy ebbe az irányba mehet tovább. Hát komolyan. Van, aki erre nem is gondol, de ugye aki erre gondol, vagy ilyenről már hallott, azt se veszi komolyan. Tehát azt hiszi, hogy ez így megy tovább. Tehát gyakorlatilag akkor ezzel, aki azt hiszi, hogy ez így, ahogy van, megy tovább, akkor azt gondolja, hogy a fentiek azok ilyen felelőtlenek. Tehát hagyják, hogy minden hadd menjen, hogy az egész tönkre menjen. Tehát hogyha megnézed például, itt ami nagyon egyszerű dolog. Ugye vannak a szárazföldök, a földek a bolygón, és akkor megnézed, akkor a növényzetet azt látod, hogy a növényzet hányada a bolygón, az csökken. Tehát egyre kevesebb növény van a bolygón. Tehát egyre több az olyan terület, ahol már nincsenek növények. Tehát nincsenek. Tehát egyre több a sivatag, egyre több a félsivatag, tehát a félsivatag, ahol
ugye maximumon ilyen fűk, meg esetleg ilyen kis bokrocskák vannak, meg ilyen elvétve néha egy-egy fa. Tehát gyakorlatilag az azt jelenti, hogy nem tudom, mondok egy példát, jó? Tehát tudjátok, hogy a Földön ugye a meleg éghajlaton, tehát a sivatag éghajlaton, ott nagyon régen van élet. Tehát nagyon régóta van élet. Tehát ami azt jelenti, hogy rengeteg települést fedeztek föl, elhagyott települést fedeztek föl, ugye abba az égövbe. És ha jobban megnézed, és jössz északra, vagy mész le dél felé, a hidegebb részek felé, és akkor ott ilyen nincs. Tehát gyakorlatilag ott nem fedeznek föl réges-régi településeket. De a meleg éghajlaton, például a sivatag alatt, rengeteg olyan település van, vagy a sivatagok alatt, ugye a meleg övben, rengeteg olyan település van, ami ott volt, de már elhagyták. Na most, és hogyha ezekről a régi településekről beszélnek, ugye ezekben a dokumentumfilmekben, vagy leírásokban, akkor arról beszélnek, úgy beszélnek, mintha régen is ott sivatag lett volna. Hát eleve, ha akkor régen is sivatag lett volna, akkor nem éltek volna ott. Ha bolond lenne egy ember sivatagban, vagy emberek sivatagban élni, hogyha élhetnek olyan területeken is, ahol nincs sivatag, nem? Ahol vannak növények, ahol lehet termelni, meg stb. Na most a sivatagban hogy élhettek volna ezelőtt mondjuk 4-5-6 ezer évvel ezelőtt, mikor most se lehet a sivatagban élni? Tehát akkor hogy voltak ott települések? Hát nagyon egyszerű, úgy, hogy akkor ez nem volt sivatag. Na most, hogy lett sivatag? Hát nyilván hagyta az akkori emberiség, hogy sivataggá váljon. Tehát magyarul felélte a növényeket. Felégette, vagy felélte a növényeket, és nem ültetett helyette másikat. Mint mondok példát. Mit tudom én, mondjuk megnézed a Nílust, ugye a Nílus a legmelegebb éghajlaton folyik. És ugye ahol van víz, ott vannak olyan növények, tehát ahol van édesvíz, vannak olyan növények, ami simán kibírja a nagyon meleget is. Tehát a pálmák, az akáciák simán kibírják a meleget is. És mégis közvetlenül a Nílus mellett nem ültetnek növényeket. Pedig ott van édesvíz, és a növények ellennének abban az éghajlatban, de nem ültetnek, mert lusta emberek élnek azon a környéken, ha még élnek. Érted? Tehát nincs olyan program, hogy mondjuk faültetési program. Érted? Tehát hagyják a mai világban is, hogy a sivatag az teret nyerjen, és nem ültetnek növényeket olyan területekre se, ahol el lehetne látva vízzel, mert ott a édesvízű folyó ott folyik el mellette. De nincsen ilyen. Na most a lényeg az, hogy gyakorlatilag az emberiség az évezredek óta, illetve az emberiség egy része feléli az életterét. Akkor mondok másik példát, mint megint dokumentumfilm. Mit tudom én, ilyen olyan területek, ahol vannak évszakok, tehát van tél is, tavasz is, ősz is, nyár is. És hatalmas területek, érted? Mit tudom én, mondjuk Ázsia, Európa határa környéke, érted? Hatalmas területek, és nincs egy fa se.
Tehát egy fia fa se. Max fű, meg ilyen kis ilyen szúrós bokorszerű valami. Érted? És gyakorlatilag állat nem nagyon marad meg, csak ilyen most a körülmények között lévő állatok. És az emberek nem ültetnek fákat, érted? Pedig azokon az éghajlatokon megélne, mert van 4 évszak ugyanúgy, mint nálunk. És hát persze, hogy óriási meleg van, mert ugye úgy működik, hogyha ha nyáron nincs zöld, tehát nincsenek fák, akkor azon az éghajlaton ugye túlmelegedés van. Tehát ha megnézzük ugye a bolygónkat, ugye hátul van is térkép, ha az egyenlítő környékét megnézed, az egyenlítőn vannak trópusi országok. Ami azt jelenti, hogy őserdők vannak ugyanazon az éghajlaton, ahol máshol meg sivatag van. És csak azért, tehát magyarul azt az éghajlatot, azt a meleget simán bírják a növények, ha elültetik őket, tudod, olyan trópusi növényeket, illetve természetesen, hogyha ugye olyan növényeket ültetnek, ami ezt bírja. De hát mondom, azon az éghajlati övön, ugye Ázsiába, Amerikába vannak trópusok. Tehát trópusok. Ami azt jelenti, hogy hát nézd meg, az egyenlítő környékén ugye van az Amazonas is, ahonnan most ugye írtják a fákat, és előbb-utóbb ott is sivatag lesz. Mert ugye eleve, hogyha növények vannak, akkor nem tud az ég, a meleg annyira fölmelegedni nyáron, mintha nincsenek növények. Tehát ugye erdős területen nincs olyan meleg, mint mondjuk egy sivatagos területen természetesen. Ott is meleg van, csak nem annyira. Tehát nem mindegy, hogy mit tudom én, mondjuk 35-40 fok van, vagy 50. Hát egyáltalán nem mindegy. Szóval a lényeg az, hogy megnézzük a mi világunkat, akkor gyakorlatilag az emberiség egy része föléli az élőhelyét. Na most, és egyre nagyobb a népszaporulat az olyan tekintetben, olyan emberek tekintetében, akik nem dolgosak, hanem felélik az életterületüket. Na most, ugye ha megnézzük a fajták közül, ugye milyen fajták, emberfajták közül, ugye milyen emberfajta van, ugye van a fekete, van a barna, van a sárga, meg van a fehér. Tehát gyakorlatilag ennyi van. Na most, ha megnézzük ezek közül, mit mondaná, melyik a legdolgosabb? Nem. Nem. A sárga, egyértelműen a sárga. Hát a sárga a legdolgosabb. Ez nem kérdés. Utána melyik a legdolgosabb? Utána jön a fehér, így van. Igen, ám, de a fehéreknél akarják elérni, hogy ne legyenek dolgosak. Tehát, ami azt jelenti, hogy folyamatosan érik el, hogy a fehér is ne dolgosak közé tartozzon. Na most, akkor utána kik, akik nem dolgosak? Hát a barnák meg a feketék, hát ez egy se dolgos, így van. Hát persze, de meg is érthető, hogy miért nem dolgosak, mert ugye ők meleg éghajlatról származnak. Ami azt jelenti, hogy meleg éghajlaton élő emberek, azok nem annyira dolgosak, mint a kevésbé meleg éghajlaton. Csak akkor még ez még mindig megdől ez az elv, mert ha megnézed, az egyenlítő ázsiai részén ott élnek sárgák, és mégis dolgosak. Érted? Szóval a lényeg az, hogy az biztos, hogy a nem dolgosak aránya az a bolygón növekszik. Tehát a dolgosokhoz képest a nem dolgosok egyre többen vannak. És ráadásul úgy, hogy a nem dolgosak azok, amelyik fölélik a környezetüket.
A dolgosak azok nem élik föl, mert azok pótolják azt, amit fölélnek. Na most, hát hogyha így haladunk, hogyha ezt megnézzük, csak ezt az egy tendenciát, akkor azt látjuk, hogy, hát nem jó az irány. Tehát nem növeljük az életterünket, hanem csökkentjük az életterünket. Na most és meddig fogjuk csökkenteni? Na most mondok erre érdekes dolgot. Nem tudom, tudjátok-e, hogy a világegyetemben a legtöbb értelmes lény, tehát a legtöbb értelmes lény, közben figyeljetek, jó, tehát a világegyetemben a legtöbb értelmes lény az nem a Föld felszínén él, hanem a Föld alatt. Na most miért élnek a Föld alatt? Egy, azért, mert megvan a technológiájuk, hogy a Föld alatt kiépítsenek élettereket. Kettő, a Föld alatt sokkal, illetve akkor mondom tovább, nem kell azzal foglalkozni, hogy légkört létrehozzanak a Föld felszínén. Tehát a Föld felszínén légkört létrehozni, az technológiai szempontból nem egy könnyű feladat. Akkor a Föld felszínén létrehozni életre alkalmas körülményeket nem kis feladat. Tehát nem kis feladat. Vizet, élhető vizet létrehozni nem kis feladat. Na most a bolygók nagy részében pedig a Föld alatt van víz. Oké, és a Föld alatt sokkal kisebb területen kell létrehozni, mint egy Föld felszínén légkört. Tehát sokkal könnyebb létrehozni egy zárt térben légkört, mint mondjuk a Föld felszínén. Ez technológiailag sokkal könnyebb megoldani. És nem kell ugye a bolygónak úgy elhelyezkednie, hogy ideális távolságra naptól, hogy ne legyen se hideg, se meleg. Tehát ezért ugye a világegyetemben a legtöbb lakó, mármint olyan lakó, amelyik értelmes lény, az a Föld felszíne alatt lakik, általában jó mélyen a Föld felszíne alatt. Tehát nem ilyen pár tíz méter mélyen, hanem több kilométer mélyen. Tehát gyakorlatilag akár mondjuk éri egy, a bolygót mondjuk egy meteor támadás, nem gond, nem nagy gond, mert több kilométer mélyen nem számít. Szóval lényeg az, hogy nekünk van egy különleges bolygónk, amely ugye talán naprendszerenként egy, ha van. Tehát naprendszerenként egy. Amely olyan távolságra van a naptól, olyan távolságra van, hogy pont ideális az életre a kül éghajlat, tehát a külső éghajlata. Tehát ami azt jelenti, hogy miért vagyunk mi itt? Tehát miért ezen a bolygón vagyunk? Mert technológiailag mi a nulláról fejlődtünk. Tehát ha megnézitek, mi emberek, úgy kerül, ez a mai ember úgy került ide, hogy gyakorlatilag még a tüzet se tudta használni.
Tehát ami azt jelenti, hogy minden technológiára gyakorlatilag tanították az elmúlt pár ezer évben, mondjuk tízezer évben. Tehát mindenre megtanították, mert nem hozott tudással születtek le az emberek, és nem úgy születtek le, hogy, illetve úgy mondom, hogy úgy születtek le ide az emberek ezekbe a testbe, mint az állatok. Tehát úgy értsük, hogy tehát az ember úgy szaporodik, mint az állat. Na most a világegyetemben a felnőtt, vagyis a fejlett élőlények, azok nem úgy szaporodnak, mint az állatok. Tehát a fejlett élőlények, azok azt csinálják, hogy létrehoznak tökéletes testeket, vagy csak nem tökéletes testeket, és azokba beteszik magukat, a lelket. Tehát kiválasztják maguknak a testet, és beleszállnak a testbe, ami azt jelenti, hogy szabad akaratból száll be egy testbe, és szabad akaratból akkor hagyja ott a testét, amikor akarja. Na most, ami azt jelenti, hogy ha megnézed, mondjuk egy tökéletes test elkészítése, amely mondjuk nem 60 évet vagy 80 évet él, hanem mondjuk ezer évet legalább, akkor az megint csak nem kis technológiai fejlettséget mutat. Akkor azt, hogy képes legyen egy testbe, egy felnőtt testbe, amit felnevelnek, ugye, és felnőtté válik, egy felnőtt testbe belépni egy illető, és kilépni bármikor, ez nem kis szellemi fejlettséget mutat. Akkor még egyszer mondom, tehát nem kis szellemi fejlettséget mutat, hogy több kilométer mélyen képesek életteret maguknak kialakítani a föld felszíne alatt. Tehát hogyha megnézzük ugye azt, hogy a világegyetemben ugye számtalan naprendszer lehet, ezáltal számtalan olyan bolygó lehet, amelyik alkalmas a külső életre, de naprendszerenként általában ez maximum egy bolygó. Mert az van pont abban a távolságban, ami ideális. Na most, ha magunkat megnézzük, akkor vajon miért vagyunk egy ilyen furcsa, kivételes helyzetben, hogy úgy születünk, mint az állatok, mert úgy születünk, és a föld felszínén vagyunk, és rövid az életünk, és ahányszor leszületünk egy testbe, mindig tudatlanul születünk le, nem hozzuk a tudásunkat. A többiek, ugye a világegyetemben meg nem vesztik el a tudásukat. Hát ugye nagyon egyszerű a válasz. Az az egyszerű válasz az, hogy nekünk tanulási szándékunk van itt a Földön, és gyakorlatilag ameddig ezen a Földön vagyunk, vagy ilyen fajta módon élünk, addig csak az a lehetőségünk van, hogy ha úgy születünk, mint egy állat, hogy töröltudattal szülessünk, kiértékeljük, amit tettünk az életünkbe, majd
próbáljuk helyrehozni, rendbehozni a következő életünkbe azt, amit elkövettünk hibát. És hát ha így, egyszer csak majd föleszmél valaki, ugye a hosszú reinkarnációs folyamatban, hogy hát el kellene jutni arra a szintre lelkileg, hogy kikerülhessen ebből a mókuskerékből. Mert ez egy mókuskerék. Tehát mindig ugyanoda jutsz vissza. Tehát gyakorlatilag eljutsz valameddig az életed végéig, majd ugyanúgy törlik a tudásodat, visszaszületsz egy másik testbe, most lehet, hogy az a test egy kicsit jobb, vagy egy kicsit rosszabb, mint az előző volt, attól függ, hogy milyen életet éltél az előző életedben. És akkor gyakorlatilag ezt csinálja az ember évszázadokon, évezredeken, vagy évmilliókon keresztül. Hát most így kérdezem. Nem kellene ennek véget vetni? De nem úgy, mint test gondolkodni így, hanem úgy, mint lélek gondolkodni így. De nem kellene ennek azt mondani, hogy elég volt. Tehát most gondoljátok végig, hogy csökkentjük az életterünket. És technológiailag ott tartunk, hogy képesek lennénk a Föld mélyén élni? Nem. Érted? Tehát gyakorlatilag, ha tönkretesszük az életterünket, akkor hogy lesz az élet? És akkor ezt fentről meg így nézik, hogy na hát a gyerekek mit játszanak? Hát megölik magukat, semmi gond. Hadd csinálják. Mi te, mint szülő, mondjuk ha vannak gyerekeid, akkor hagynád, hogy a gyerekeid megöljék egymást? Biztos nem, nem? Hát ugye egy okos szülő sok mindent nem hagy a gyerekének, nem? És véget vet bizonyos dolgoknak, hogyha a gyerek olyat csinál, amit nem kéne. Tehát most úgy képzeljük el, hogy hozzájuk képest mi gyerekek vagyunk. Tehát mondhatjuk azt, hogy mi vagyunk az ő gyerekeik, a fentiek gyereke. Így van. És gondoljuk azt, hogy sokáig hagyják azt, amit az emberek tesznek. Hát aki azt gondolja, hogy sokáig hagyják azt, hogy e felé menjen a világ, ami felé megy, hát az hülye, aki ezt gondolja. A szó szerint azt tudom mondani, hogy nem tudatlan, hanem hülye. Érted? Tehát ugyanúgy, ahogy szülőként, hülye az a szülő, aki mindent ráhagy a gyerekére. Szó szerint. Tehát egy okos szülő az nem hagy mindent rá a gyerekére. Világos ez? Na most ugye mi azt gondoljuk, hogy mindent ránk hagynak. Tehát lehet nyugodtan elnyomoskodni, bűnözni, lustákodni, lázadozni, mindent lehet, érted? Azt gondolják emberek, hogy így lehet. Hosszú távon, sokáig. Vagy majd lesz egy, mitől mi, ugye tudjuk, hogy van olyan törekvés, hogy világ viszonylatban legyen egyetlen egy kormány. Ezt úgy hívnák, hogy világkormány. Ugye legyen egy kormány, ahol benne ül majd mitől mi x ember, és akkor gyakorlatilag ez a világkormány diktatórikus elven irányítaná az egész bolygót. Érted? Na most... ezt fogják fentről engedni? Nem. Hát aki ezt gondolja, az nem hülye, hanem barom. Érted? Hát basszus kulcs, hát téged fognak először, aki így gondolod, téged fognak először kivonni a forgalomból. Érted? Ha azt gondolod, hogy ezt fogják hagyni.
ugye nekem vannak olyan képességeim, hogy érdekes módon én nem hiszek bizonyos dolgokat, hanem tudok bizonyos dolgokat. Azáltal, hogy tehát az a baj, hogy nehéz ezt elmagyarázni. A múltkor láttam egy filmet, ami úgy kezdődött, hogy egy iskolába ültek a gyerekek, egy ilyen múltban játszódott valamikor, nem olyan nagyon múltban, de a múltban játszódott ez a jelenben volt a történet, de visszamentek a múltba. És a kisgyerek, tehát a szereplő életében mentek vissza a múltba, ahol ült a szereplő, mint gyerek az iskolába, és a tanárral elkezdett vitatkozni. Hát nem, mit tudom, hogy mennyi 5x5, nem ilyenekbe, hanem olyanba, ami az élet, illetve az ember dolgaival kapcsolatos. És akkor a tanár megkérdezte a gyerektől, hogy ezt honnan veszed, hogy ez így van. És a gyerek azt mondta, hogy tudom, hogy ez így van, vagy hogy így volt, vagy így van, vagy így lesz. És akkor kérdezte a tanár tőle, hogy honnan tudod? Nem tudom, de tudom. Na most, ugye a gyerekkorom, amikor én ezt a filmet láttam, akkor beugrott, hogy nekem gyerekkoromban ilyenek voltak. Méghozzá óvodáskoromban is, meg általános iskola első-második osztályában elsősorban. Utána azért nem, mert már nem álltam le vitatkozni a felnőttekkel, mert mindig abból negatív következmény lett, ilyen beírás meg ilyesmi, és akkor otthon kaptam. Vagy büntetést, vagy verést. És ezáltal ugye előbb-utóbb abba hagytam ezt a fajta működést, és akkor utána már nem volt. Ugye szépen elfelejtettem, de amikor ezt a filmet láttam, akkor beugrott ez, hogy ez nekem így volt. És ugye sokáig utána, ugye kicsit az elnyomásnak köszönhetően, ugye ez a fajta működésem, ez megszűnt, majd amikor... Szünetelt. Hát nem megszűnt, szünetelt, így van. És majd amikor elkezdtem olyan dolgokkal foglalkozni, hogy emberek fejlesztése, és rájöttem arra, hogy hát ugye az embereknek nem csak szakmai dolgokat kell tanítani abban a társaságban, amiben vagyok, hanem olyan szellemi dolgokat is, ami az életükben hasznukra válik, és az jobban érdekelt, mint a szakmai dolgok, akkor valahogy elkezdődött ez visszajönni. És akkor előbb-utóbb rájöttem, mármint az visszajönni, hogy tudom. És rájöttem arra, hogy ez a tudom, ez onnan származik, hogy információt kapok. És akkor ezt, amikor tudatossá váltam ebben a kérdésben, hogy ezt én kapom ezeket az információkat, és mikor tudatossá vált, hogy konkrét személytől kapom, csak nem fizikai személytől, hanem szellemi személytől, akkor előbb-utóbb eljutottam oda, hogy ilyen kérdés-felelek formájában is tud működni a kommunikáció. Tehát, hogy kérdezek, válaszolnak, kérdezek, válaszolnak, kérdezek, válaszolnak, kérdezek, válaszolnak. Tehát ugye nem hangot hallok, tehát ne értsétek félre, tehát nincsenek hangok, csak egyszerűen fölteszek egy kérdést, és megkapom a választ belülről. Tehát nem kívülről jön, tehát nincs ilyen, hogy halucinálok, vagy ilyesmi, oké? Hogy hangokat hallok, vagy ilyen baromság, nincsenek ilyenek, hanem egyszerűen megkapom úgy a választ, olyan választ, amit én előtte nem tudtam. És akkor ezt nem csak válasz formában, hanem képzés formájában is tudják küldeni. Tehát amikor például olyan dolgokban tartok előadást, amit
mondjuk elkezdek, és mondjuk még valami némi nemű információm is van, akkor szépen hozzáadják a további információkat. Na szóval a lényeg az, hogy, hát nem jó felé megy a világ, és jelenleg egy olyan világban élünk, ahol van terrorizmus. Nem tudom, tudjátok-e, hogy a terrorizmust az elsősorban a kormányok finanszírozzák. Ezt tudtátok? Igen. Tehát elsősorban a kormányok. Tehát a terrorista szervezetek, szervezeteket elsősorban a kormányok finanszírozzák. Ha nem a kormányok finanszíroznák, akkor nem tudnának létezni. Érted? Mert ugye a kormány kezében van mindenütt a hadsereg, és gyakorlatilag bármikor, főleg a mai technikával, bármikor bármit le tudnának állítani, tehát még egy kiképzést se tudnának megcsinálni a terroristáknak. Na most, ha terrorizmus van, az abból alakul ki, hogy vannak a vallások, és akkor tudatlanná teszik az embereket, és a vallás plusz tudatlanság, és abból lesz a terrorizmus. Zsarnokság is van a bolygón, és a zsarnokság is úgy jön létre, hogy ott jön létre a zsarnokság, ahol hatalomra törekvő emberek vannak, de maga az, aki hatalomra törekszik, az tudatlan, és akkor zsarnok lesz belőle. Káosz is van. Káosz úgy jön létre, hogy ha szabaddá válik egy ember, de tudatlan, akkor, és emberek csoportja is ezt megcsinálja, vagy tömege, akkor ha tehát a szabadságukat tudatlansággal ötvözik, akkor tudják létrehozni a káoszt. Nézd meg, a liberalizmus erre épül teljes egészében. Korrupció is van. Minél több a pénz, annál nagyobb a korrupció. De azért, mert azok korrumpálhatók, akik tudatlanok. Így van. Bűnözés is van bőven a bolygón. A bűnözés meg úgy van, hogy elsősorban a bűnözést a szegény emberek csinálják, és ha valaki szegény, és amellett tudatlan, na akkor lesz belőle bűnöző. Mert ha szegény valaki, de nem tudatlan, akkor sose lesz bűnöző. Az a baj, hogy a tudatlanság az minden gonosz eszköze és a gonoszság gyökere. Tehát ugye azért van jó a világban, mert van jó Isten. És azért van gonoszság a világban, mert van gonosz Isten. Az nem azt jelenti, hogy két Isten van a világegyetemben, hanem ezt a Földön úgy hívják, hogy hogyha le akarjuk újkori nyelvre fordítani, akkor nem azt mondanánk, hogy Isten, hanem azt mondanánk, hogy entitás. Tehát ez újkori nyelvben már ez van. Na most az entitás az meg azt jelenti, hogy egy értelmes lény. Tehát, de olyan értelmes lény, amelyik fizikai testben nincs, egy értelmes szellemlény. Tehát egy értelmes szellemlény. Tehát nincs fizikai teste. Tehát amikor entitásról beszélünk, akkor egy értelmes szellemlényről beszélünk. Na most a szellemlények az igazán jó és az igazán gonosz szellemlények között vannak átmenetek, fokozatok. Attól függ, hogy annak a szellemlénynek
milyen előzményei voltak. Semmilyen szellemlény, tehát valóságos szellemlényről beszélek, tehát nem ilyen mentálisan kreált szellemlényekről, hanem a teremtő által létrehozott szellemlényekről beszélek, senki nem gonoszként jött létre. Mivel minden olyan szellemlény, amely léleknek lehet nevezni, az mind a teremtő hozta létre saját magából. Tehát a saját lelkéből. Na most mivel a teremtő a soha nem volt gonosz, ezért ugye a belőle származó lelkek sem voltak gonoszok. A gonosszá válás folyamata mindig a megélés függvénye. Tehát minden lélek úgy válik gonosszá, hogy előtte jó volt, és fokozatosan lett gonosz, vagy egy hirtelen ráhatásra lett gonosz. Tehát ugye ez a kétféle van. Tehát ugye van egy ilyen mondás, hogy ami itt a Földön, az odafent is. De úgy is lehetne mondani, hogy odalent is. Szóval itt a Föld az egy jó példa arra, hogy ezen bolygón nincs ilyen, hogy valaki gonosznak született. Nincs ilyen. Nyilván ez a születés, ez nem a születéstől számítandó, hanem a fogantatástól. Persze mondjuk egy bűnözőnek születik egy gyereke, mondjuk egy bűnöző nő, és közben abban a 9 hónapban is folytatja a bűnözéseit, akkor persze, hogy a gyerekére már abban a 9 hónapban lesz hatása. És lehet, hogy ez kihat a gyerek majd egész életére. De egy olyan bűnöző, amelyik fogantatás előtt abba adja a bűnözést, és azt a 9 hónapot békés nyugalomban él meg, annak a gyereke az életben nem lesz bűnöző. Ha csak majdnem születés után megint nem találkozik olyan körülményekkel. Szóval a lényeg az, hogy minden gonosz lény a világegyetemben az a körülményei áldozata igazából, de mégiscsak az ő döntése. Tehát az, hogy egy értelmes lény gonosz vagy jó, az gyakorlatilag az ő döntése. De érdekes módon nem a túlélése érdekében jó vagy gonosz egy értelmes szellemlény. Mert azért nem a túlélése érdekében gonosz vagy jó, mert egy szellemlénynek a túlélése végtelen. Tehát mivel egy szellemlény nem képes a meghalásra, ezért gyakorlatilag nincs az életének vége. A fizikai test az, ami mulandó. Az energia soha nem mulandó, márpedig egy szellemlény az értelmes energiából áll. Tehát ami annyit jelent, hogy nem a túlélés érdekében jó vagy gonosz egy lélek. Hát akkor miért? Nagyon egyszerű a válasz. Tudjátok a választ? Egy szó. Tanítottam már. Hatalom. A hatalom érdekében gonosz vagy jó. Na most, mit jelent ez? Vagy ő képviseli a hatalmat, vagy
követ valamilyen hatalmat. Tehát mondjuk tételezzük fel, hogy ő képviseli a hatalmat. Tehát őtől lefügg, hogy ő gonosz vagy jó. Ha követi valakinek a hatalmát, akkor azért gonosz, mert ahhoz a gonosz hatalomhoz tartozik és azt követi. Vagy azért jó, mert ahhoz a jó hatalomhoz tartozik és azt követi. Értitek? Szabad akarat, de mégse. Tudod, miért nem szabad akarat? Mert egy lélek, ha gonosszá válik, akkor abban a társadalomban nincs helye, amelyik jó lelkekből áll. Világos ez? Mert az azt jelenti, hogy a megélései alapján. Tehát van egy szabály, ami ha elmondok, illetve rávilágítok, akkor jobban megértitek. Tehát szoktak az emberek betegek lenni, nem? Te már voltál beteg? És vannak olyan betegségek, ami gyorsan kialakul, és vannak olyan betegségek, ami lassan kialakul. Egy gyorsan kialakuló betegségből ki lehet jönni gyorsan. Egy lassabban kialakult betegségből nem lehet kijönni gyorsan, csak lassabban. Egy nagyon lassan kialakult betegségből pedig csak nagyon lassan lehet kijönni. De az azt jelenti, a kijövetel, hogy nem tünetmentes, hanem meggyógyul. Világos ez? Na most, ez pont így működik lelki szinten is. Ha valaki hosszú idő alatt lett gonosz, tehát hosszú idő kellett neki, akkor hosszú idő kell neki, hogy kijöjjön belőle. Ha valaki hirtelen lett gonosz, akkor az sokkal hamarabb ki tud jönni a gonoszságából. Nem tudom, értitek-e? Persze, így van. Tehát ez olyan, mint hogy szenvedélyeket megnézed. Hát valaki elkezd cigizni, még gyorsan le tud róla szokni. Minél hosszabb ideig cigizett, annál nehezebben szokik le róla. Érted? De ez mindenre igaz. Ha valaki mondjuk munkanélkülivé válik, és nem dolgozik mondjuk egy hétig, a simán visszaszokik a munkára. Pitty-putty. De ha mondjuk nem dolgozik 3 évet, akkor bazi nehéz lesz neki visszaszokni a munkára. Világos ez? Tehát ez mindenben így működik, ugyanis ez elsősorban nem testi kérdés. Ugyanis a betegségeknek mindig lelki eredete van. És ha valaki meg egy betegség kialakul lassan, nagyon lassan, akkor az azt jelenti, hogy a lelki ok nagyon hosszú távon fennáll. Ha gyorsan alakul ki a betegség, akkor annak a lelki oka nagyon heveny, ami azt jelenti, hogy nem régről kell keresni az okot, hanem valami nagyon közeli időpontot kell nézni. Tehát de ugyanúgy megnézed a szokást is. Tehát a test simán le tudna szokni, mondjuk arról a szenvedélyről. De a lélek szokott hozzá. Érted? Tehát ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag a lélek miatt az ember nem tud leszokni egy olyan dologról gyorsan, amit hosszú távon
csinált. Le tud szokni, csak nagy szenvedések révén. Tehát, hogyha valaki még mondjuk kezdő dohányos, akkor nem lesz neki nagy szenvedés, hogy leszokjon. Értitek? Tehát ezért van az a világegyetemben is, hogyha megtévednek a lelkek, akkor nem fogadják vissza őket. Csak azokat a lelkeket fogadják vissza, akik nem hosszú távon érték el, és nem hosszú ideje gonoszak. Világos ez? Tehát egy tartósan gonosz lélek, lelket, ha visszaengednek egy olyan társadalomba, ahol jó lelkek vannak, nem gonoszak, akkor az kárt okoz abban a társadalomban. Tehát például a teremtő is azt csinálta a világtörténelemben, tehát aki megosztotta a saját lelkét, évmilliárdokon keresztül, sőt ki nem mondható időtartamon keresztül, úgy csinálta, hogy az ő saját társadalmába azokat fogadta vissza, akiket még érdemesnek tartotta visszafogadásra. Tehát magyarul nem gonoszkodtak sokat. Tehát lehet, hogy volt egy nagy gonosz cselekedete, de egy lélek képes a megbánásra. De nem lehet megbánni, mondjuk itt van, valaki végig gonoszkodja az életét, érted? Azt nem lehet megbánni 5 másodperc alatt. Érted? De még 5 perc alatt se. Tehát azok az emberek, akik úgy érték le az életüket, hogy voltak nem helyes cselekedeteik, meg időnként még talán gonoszságaik is, de az életük nagy részét helyesen érték le, vagy csak nem helyesen, akkor azok meg tudnak bánni dolgokat. Azoknak meg lehet bocsájtani, mert őszintén meg tudnak bánni dolgokat. De most gondolj bele, hogyha egész életed végig gonoszkodtad volna, hogy tudnád megbánni a végén? Sehogy. Őszintén nem. Az egy mű megbánás lenne. Érted? Ezért van az, hogy aki végig gonoszkodja az életét, vagy az életének a nagy részét, főleg az utolsó időszakot. Tehát mit tudom én, mondjuk Hitler. Jó? Vagy Sztálin. Azok nem születnek le olyan körülmények közé, mint ahová te leszülettél. Oké? Okay? Hanem leszületik olyan körülmények közé, amit te biztos, hogy nem szeretnél. Az hódzihe. Érted? Tehát magyarul ő a következő életében fogja megbánni azt, hogy mit tett az előzőben. Ezért egy olyan életet fog leélni a következő életében, vagy olyan életet már leélt, ahol nem rövid életet élt, és végig szenvedte az életét, érted? Hogy tud ez ember végig szenvedni az életét? Hát, hogyha egy olyan fizikai testbe születik le, amelyik sérült. Így van. És szó szerint legyenek fizikai fájdalmai. Tehát nem elég, hogy mit tudom én, béna és nem fáj semmije, hanem fizikai fájdalmai legyenek. Mert ő fizikai fájdalmakat okozott más embereknek.
És ezt képzeljétek el, úgy tudja megélni, hogy ő ezt bevállalja a következő életében. Nem semmi, mi? Ez nem mártírság, nagy tévedés. Ez nem mártírság, hanem amikor egy lélek újra születik, mert Hitler meg Sztálin sem született gonosznak. Világos ez? Hanem azzá vált a hatalom miatt. Világos ez? És a megélt élet körülményei miatt. Jó, hát ezt ő választotta. Nem az előző életében ő választotta, nehogy azt hitt. Már abban az életében. Tehát ő szabad akaratból választotta azt. Hát most gondolj bele, Hitler a hatalmát jóra is használhatta volna. Sztálin a hatalmát jóra is használhatta volna. Nem? Tehát az ő választása volt, hogy jóra használja a hatalmát, vagy rosszra. És nem valószínű, hogy ők gyerekként gonoszak voltak. Bár lehet, hogy már olyan elnyomást kaptak gyerekként, érted, hogy hamar gonosszá váltak. Az most részletkérdés. De biztos, hogy nem gonosznak születtek. Világos ez? Tehát ami annyit jelent, hogy következmények nélkül nincs semmilyen cselekedet az életben. Tehát most gondolj bele egy lélek, amely mondjuk nem földi eredetű lélekről, vagy földi emberi lélekről beszélek, hanem mondjuk legyen egy olyan lélek, ahol nincs tudástörlés. És a hatalom érdekében szépen fokozatosan egyre gonoszabbá válik. Akkor mit fog vele csinálni a teremtő, vagy mit csinált vele a teremtő? Fogja és száműzi a saját társadalmába. Ugye megölni nem tudja. Egyet lehetne, hogy a lelket fogságba lehet ejteni. Tehát annak ellenére, hogy lélek, mégis fogságba lehet ejteni. De az mire jó? Elég nagy az univerzum, aztán menjen Isten hírével. Érted? Mint ahogy régen csinálták. Elég nagy a Föld, azt hittem én száműzték Szibériába, vagy száműzték Ausztráliába. Vagy például ugye tudjuk, hogy a Római Birodalom meg Dácsiába száműzte a nem kívánatos elemeket. Tehát lényeg az, hogy ez mindenütt így volt már Földön is, meg odafönn is. És onnantól kezdve gonoszkodhat. Csak ugye mi lesz ezekkel a gonoszokkal? Főleg, hogyha sok gonoszt egy helyre száműznek, ugye előbb-utóbb lehet, hogy összeüti, tehát összeütközésbe kerül ugye azokkal, akik száműzték, vagy azzal, aki száműzte. És ugye ez van az egész világegyetemben, szó szerint. És hát itt a történelmünkben is, a Föld történetében, a mi történelmünkben is, ugye számos olyan példát találni, hogy a száműzöttek, azok összefogtak és visszatámadtak. Na szóval lényeg az, hogy gondold végig, hogy itt vagyunk a Földön, ami gyakorlatilag egy óvoda a lelkek számára. Hát lehet, hogy inkább azt mondom, alsó tagozat. Nem több. Tehát ilyen első-második osztály. Igen, első osztály. És hát most gondolj bele, az első osztályosok, általános iskolai első osztályosok mennyire tudják magukat megvédeni? Hát nem nagyon, nem? Mondjuk a nagyokkal szemben. A nagyokkal szemben mennyire tudják magukat megvédeni? Hát semennyire. Nem?
Na most, ha a kicsiket nem védik, mondjuk a tanárok, vagy esetleg mások, akkor a nagyok azt csinálnak velük, amit akarnak. Nem? Ha azok a nagyok gonoszak, akkor meg még inkább azt csinálják velük, amit akarnak. Na most gondolj vele, ugyanígy van itt a Földön. Ugyanezen a szinten vagyunk, mint mondjuk az első osztályosak. Tehát, hogyha minket nem védnek a fentiek, az uraink, az isteneink, érted? Akkor gyakorlatilag azt csinálnának velünk a nagyok, de a gonosz nagyok, amit akarnak. Szó szerint. És volt időszak, amikor csinálták is. Amikor az egész bolygón nagyon komoly elnyomás volt. Középkor. Nem a középkor, bocsánat, az ókor. Ókorba. Így van, az ókorba. A középkor az már egy, a középkor egy része, még az eleje az, az elnyomás volt, azt utána nem. Hát gyakorlatilag a 13. századtól változott ez a kérdés. De az ókorban nagyon hosszú távon csinálták. Az, hogy hagyták, hogy az általános iskolás földiek, ugye elsős földiek, azokat elnyomják a nagyok. És ha megnézed, mit tudom én, mondjuk egy általános iskolás osztályt, egy elsős osztályt, még egy nyolcadikos is el tud nyomni. Simán. Tehát az elsősök még együtt sem tudnának megvédeni magukat mondjuk egy gonosz nyolcadikossal szembe. Érted? Ami azt jelenti, hogy a Föld történetében ez is látható, hogy lejött egy gonosz Isten, és az egész emberiséggel mit tudott művelni, az az egy gonosz Isten. Jó, hát akkor az emberiség nem 7 milliárdos volt, vagy 8 milliárdos, érted? Hanem pár milliós volt az egész emberiség. Hát de akkor is, persze. Szóval lényeg az, hogy most olyan uraink vannak, vagy isteneink, akik a jóisten fennhatóságához tartoznak. Ami azt jelenti, hogy egy olyan társadalom van odafönt, egy olyan társadalom részeként működnek itt a naprendszerben, ahol szeretet, béke és boldogság van. És azért vagyunk mi itt, ezen a bolygón, hogy képesek legyünk mi is a feltétel nélküli szeretetre. Hogy képesek legyünk ezáltal békében és boldogságban együttműködni. Hát ettől a legtöbb ember elég messze áll. Azért, mert a gonosznak kiterjed az ügyködése a múltból származóan az emberiségre, ugyanis védett helyen léteznek olyan lények, amely nem a jót képviselik, nem az isteni szeretetet képviselik, hanem a gonoszságot képviselik. És ők a Földben léteznek több kilométer mélyen lenne a Földben. És természetesen a több kilométer mély földréteg az megfelelő védelem számukra, hogy ők ott élhetik a saját társadalmukat. De mégis tudják a hatást gyakorolni az emberek számára. Tudnak negatív hatást gyakorolni az emberiségre.
Vagy hát az emberiségen belül, hát nem mindenkire, de sok emberre. Miért? Mert ez úgy működik, hogyha van egy magas mentális, szellemi energiával rendelkező értelmes lény, ez lehet akár egy ember. És ha egy másik személy nem rendelkezik magas szellemi energiákkal, hanem mondjuk rossz állapotú, akkor a rossz állapotú ember az hajlamos lesz befogadni a befolyást a rosszra. És milyen befolyást? Mentális befolyást. Tehát úgy működik az ember, hogyha rossz állapotú, akkor ott van benne a szó, hogy rossz állapotú, akkor hajlamossá válik a rossz befolyásoltságra. Tehát, hogy ő rossz cselekedetekre befolyásolhatják őt. Tehát egy rossz állapotú ember az hajlamos teljes egészében befogadni a rossz befolyást, a rosszra befolyást. És egy rossz állapotú ember sokkal, de sokkal könnyebben válik rosszá, és képes lesz másoknak ártó cselekedeteket végezni. Na most, mondok példát. Az emberek azt hiszik, hogy az emberek többsége azt hiszi, hogy az a rossz cselekedet, hogyha szándékosan valakinek rosszat tesz valaki. Ez a rossz cselekedet. Nem csak ez a rossz cselekedet. Persze, ezt tudjuk, hogy ez rossz cselekedet. Nem csak ez a rossz cselekedet, hanem az a rossz cselekedet például, hogy az ember megtehetne dolgokat, és nem tesz meg. Például mondjuk az egy rossz cselekedet, hogy oda megy hozzád mondjuk egy jobb állapotú emberi lény, és te fogod, elrontod a hangulatát neki. Érted? Tök mindegy, hogy mivel rontod el, elrontod a hangulatát. Ez is egy rossz cselekedet. Vagy az is egy helytelen rossz cselekedet, hogy tessék, itt vagyok, dolgoztam eleget az életembe, most tartsatok el. Ezt, ha most megkérdeznénk, több millió ember mondaná, hogy ez így van. Dolgoztam eleget, most már tartsatok el. Magyarországon több millió, csak Magyarországon. De ez rossz cselekedet. Tehát egy embernek addig, ameddig él, teremteni kellene. Tehát ameddig él. Nem azt mondani, hát már teremtettem eleget, most már tartsatok el. Mondom, ma több millió ember így él Magyarországon. A világon sok tíz vagy sok százmillió ember. Hogy dolgoztam eleget, tartsatok el. Érdekes módon. Valahogy az én nagyapám, aki még a múlt század előtti században született, azok nem ezt mondták. Érted? Nem azt mondták, hogy ledolgoztam ennyit, most se tartsatok el. Érdekes. Tehát akkor biztos ő volt a gonosz, nem? Mert nem ezt mondta. Tehát ő élete végig dolgozott. Szó szerint. Neki nem volt nyugdíja. Tehát gondolj bele, hogyha jobban végig gondolod. Helyes cselekedet, ésszerű cselekedet.
Szóval dolgoztam eleget, tartsatok el. Na, hogy azt mondod, hogy ez egy észszerű, helyes gondolkodás. És akkor mit mondhatna az ember, hogy mennyi az a dolgoztam eleget? 10 év? 20 év? 30? 40? 50? Mennyi? Hát amit a törvényben megírnak. Nem? Miért annyi? Mi nem több? Vagy mi nem kevesebb? Érdekes kérdés, nem? No szóval, akkor gondold végig, az ember úgy működik, hogy abba adja a teremtést, vagy nem is csinálta sose, ez most a részletkérdés, de a legtöbb hála Istennek valamilyen szinten teremtett, csak abba hagyja a teremtést, és onnantól kezdve automatikusan lejjebb fog menni a hangulata. Automatikusan. Hagyd abba a teremtést, és észre fogod venni. Ezért megnézed, a férfiak jó része, abba adja a teremtést, azt meghal. Tehát utána így zuhal lefele. A nők meg ilyen pótcselekvéseket végeznek, szó szerint. Ugye azt hiszik, hogy teremtés, mert úgy próbálják megélni, hogy teremtés, közben jobban járnának ők is, ha inkább újra születnének. Mert az nem teremtés. Mert ha te más helyet teremtesz, akinek a dolga lenne, hogy teremtsen, és te helyette teremted meg azt, na ez is ártó tett. Világos ez? Mert ugye sokan, főleg a hölgyek, elmennek nyugdíjba, és olyan dolgokat csinálnak meg, amit a gyerekének kellene megcsinálnia. Érted? De nem a gyereke csinálja meg, hanem ő csinálja meg a gyereke helyett. És ez pedig ártás. Ezt úgy hívják. Oké? Tehát ennek az lenne a természetes folyamata, akármilyen hihetetlen, hogy ami a felnőttnek a dolga, azt nem csinálhatja meg egy másik felnőtt, még akkor sem, ha az a szüleje. Mondok példát, nem tudom, én ismerek olyan embereket, akik mennek a gyereküknek úgy építkezni, érted? Hogy közben a gyerek nem építkezik ott. Érted? Tehát nem segít neki, hanem helyette építi a gyerekének a házát. Érted? Hát mert ő már megteheti, mert idős. Mert ráér, érted? A gyerek az nem ér rá. Hát érdekes, én munka mellett képes voltam házat építeni. Saját két kezemmel. Érdekes mód. Úgyhogy volt főtevékenységem, másodtevékenységem, harmadtevékenységem, meg még építkeztem is, érted? Jaj, de érdekes. És a főtevékenységem az 8 órás volt, az úgy hozzáfűznem. És akkor nyáron, tudod mikor mentünk le fürödni a Fóti-tóra palotáról? Éjszaka. Bizonyám, éjszaka. Éjszaka sötétbe. Tehát ugye nyáron mikor van sötét? Olyan 9:30-10 után. Na, hát mi olyankor mentünk? A szúnyogok után. A után. Mert akkor végeztünk, érted? És akkor másnap csináltuk tovább. De hát ugye sok felnőtt úgy gondolja, ó, hát nekem ne legyen olyan rossz, mint, vagy a gyerekemnek ne legyen olyan rossz, mint nekem volt.
Hát én nem tudom. Én nekem semmi bajom nem volt ebben, hogy ezt így csináltuk. Tehát én egyáltalán nem emlékszek semmilyen rossz dologra azáltal, hogy én sokat dolgoztam. Érted? Tehát semmi olyan. Tehát nem, nincs olyan, hogy kimaradhatott volna az életemben. Érted? Semmi ilyesmi nincs az életemben, aminek ki kellett volna maradnia. Semmi. Tehát az ég adta a világon semmi. Na most akkor megint megkérdezem, jó? Hogy szerinted fentiek meddig hagyják? Jó? Hogy csináljuk a sok-sok ostobaságot. De nem úgy kell nézni, hogy bolygószinten. Nagyon egyszerű ez a kérdés az ő szempontjukból. Tehát itt ahány ember él, van annyi szellemlény, aki le van küldve rendezgetni a dolgot, ezt úgy hívják, hogy angyal. Ugye ők szellemileg egyen magasabb szinten vannak, mint ahol itt a bolygón mi lehetnénk. Tehát ők a beteljesülés szintje felett vannak. Na most egy embernek elpattintani egy gyeret az agyába, vagy mondjuk megállítani a szívét, tudod, meddig tart nekik? Persze, sem eddig. Lásd, mit tudom én, hogy hívják a Károly, milyen Károly? Gesztesi Károly vezet, trilla lalla, érted? És csak hirtelen rosszul lett az autóba. Meg, kiáll a sorból, azt meghal, érted, ott a helyszínen. Mert mit mondott előtte, vagy hat nappal mit nyilatkozott? Ó, hát ő már, neki vannak céljai, teológiai tanulmányokat akar folytatni. És akkor mondom, tanulja a hülyeséget? Mondom, a hülyeséget fogja tanulni? Nem engedték neki. Mert nem. Nem engedték, gyorsan kivonták a forgalomba? Pár nap alatt. Eldöntötték odafönt, jó, hát hülyeséget ne tanuljon, vonjuk ki a forgalomba. Mert annál jobb képességű volt, hogy ilyen hülyeségeket csináljon. Na most, miért mondtam ezt, hogy hülyeségeket tanul? Tehát nem azzal van gond a Bibliának azon részével, ahol a szeretet, békét, boldogságot tanítja. Hanem azzal van gond, amikor a hazugságokat tanítja. Érted? Na most, de azért megint csak mondanám, hogy a Biblia tanítja valamilyen szinten, bár nem módszerszerűen, a szeretet, béke, boldogságot valamennyire. De azért azt is mondanám, hogy akkor nézzük már meg, hogy a Bibliára hivatkozva hány millió embert, 10 millió, 100 millió embert öltek meg ezen a bolygón. Sőt, mai napig is. Szóval mai napig is. Na most megmondom őszintén, hogy én nem hivatkoznék egy olyan irodalomra, érted? Aminek a tanaira hivatkozva, érted? Milliókat gyilkolnak meg. És nem tanulnék olyan tanokat, amivel milliókat gyilkoltak meg. Érted? Tehát az, hogy mit tudom én, jól bánja a feleségeddel, vagy jól bánja a férjeddel, az még nem módszer. Érted? Tehát az nem elég. Tehát nem elég kijelenteni, hogy mit tegyél,
Ha egy ember nem azt teszi a jelenben, akkor neki módszer kell adni ahhoz, hogy azt tudja tenni, ami a helyes. És valahogy én azt látom, hogy a világban a módszerek hiányoznak. Én meg azért vagyok, hogy átadjam a módszereket. És képesek legyetek a módszereket használni. No, hát sokáig tudnék még beszélni, de már minden idő eltelt. Köszönöm szépen a figyelmeteket. Ha bármi kérdésed volt, akkor nézz körül a weboldalunkon, vagy hívd fel a vezetődet, vagy ha nem tudod, akkor az irodánkat, és kérd meg, hogy ki a te vezetőd. Köszönöm szépen a figyelmeteket, visszaadom a szót a háziasszonyunknak. További szép estét, sziasztok!